Üdv mindenkinek, köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok egy újabb karrier tippel, és ebben a videóban azt fogom neked megmutatni, hogy mit csinálj akkor, ha lefarsz az állásinterjún. És a videó során szeretnék veled három trükköt megosztani, hogy mit tegyél ilyen helyzetben. Nos, amikor valaki személyes konzultációra jön hozzám, akkor nagyon gyakran látom azt, hogy amikor az egyik kérdésemre nem tud jól felelni, vagy egyáltalán nem tud válaszolni, akkor az illető teljesen lefagy, megakad, elkezd kapkodni, jobbra-balra néz, és feladja. Na most, tudnod kell, és ezt angoltanárként és állásinterjú trénerként is megerősíthetem, hogy vannak olyan emberek, akik életkortól és munkahelyi tapasztalattól teljesen függetlenül, tehát ez még egyszer mondom, ez egy jellem vagy egy karakter, nincs köze ahhoz, hogy valaki hány éves vagy hány évet töltött el az adott pozícióban. Tehát vannak olyan emberek, akik egyszerűen pocsék vizsgázók. Tehát nem jó tanulók, de pocsék vizsgázók. Ez azt jelenti, hogy a vizsgadruk és a vizsga által okozott stressz miatt teljesen leblokkol az agyuk, nem tudnak megfelelően reagálni, és gyakran még azt is elfelejtik, amit egyébként tudnak. Na most lássuk azt, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben. És mielőtt rátérnék erre a három trükkre, szeretnék veled megosztani egy alapelvet ezzel kapcsolatban. És az alapelv borzasztóan egyszerű, úgy hangzik, hogy ne ess pánikba. Bármi történik, bármit kérdeznek, ne ess pánikba. Mit jelent ez? Nos, amikor beszélgetek valakivel a konzultáción, akkor azt látom, hogy sokan úgy gondolják, hogy ha minden egyes kérdésre tökéletes, 110%-os választ adnak, akkor majd az interjú végén övék lesz a pozíció, vagy tovább mennek a következő körre. Tehát, hogy minden kérdésre létezik egy, azaz egy darab tökéletes válasz, és hogyha ezt az egy választ megadják, akkor minden rendben van, és akkor övék lesz a pozíció. Na most elárulom neked, hogy ez egyáltalán nem igaz. Az interjúk során azt is nézik, azt is tesztelik, hogy valaki, egy jelölt hogyan tud reagálni egy kritikus, váratlan, korábban számára ismeretlen helyzetben. Elárulom neked, hogy mindenkitől lehet olyat kérdezni, amire az illető nincs felkészülve, és amire annak az illetőnek nincs tökéletes válasza. Egyébként a konzultációk során én is rámegyek erre, tehát igyekszem minél jobban megizzasztani az előttem ülő jelöltet, mert el akarom vinni őt a határig, tehát azt akarom, hogy érezze azt az érzést, hogy megakad és megoldja. Tehát a legfontosabb dolog, hogy ne ess pánikba, ne lássák rajtad azt, hogy véged, hogy fogalmad sincs, hogy mit kezdj az adott szituáció, az adott szituációval. Tehát hidd el nekem, hogy az a képesség, hogy valaki egy váratlan helyzetben is nyugodt tud maradni, és meg tudja őrizni a hidegvérét, az sokkal fontosabb annál, mint hogy valaki egy ideális választ ad egy adott kérdésre. Tehát ha szétesel és idegesen reagálsz, akkor az interjúztató, vagy a cégvezető, vagy a HRS számára is egyértelmű és nyilvánvaló lesz, hogy te rosszul reagálsz újszerű, ismeretlen helyzetben. Jó? Tehát először is semmiképpen ne ess pánikba, vagy legalábbis ne lássák rajtad, hogy pánikolsz. És akkor nézzük azt a három trükköt, amit említettem. Az első és legfontosabb, hogy nyerj időt. Aki időt nyer, az életet nyer, tartja a magyar közmondás, és ez a mondás erre az esetre is teljesen igaz. Tehát, hogyha valami olyat kérdeznek tőled, amiről fogalmad nincs, akkor egyszerűen kérdezz vissza, és tisztázd, pontosítsd azt, hogy az az adott kérdés mire vonatkozik. Például, lássuk csak, hogy jól értem-e önt. Arra kíváncsi, hogy mit tennék abban a helyzetben, és még egyszer végigmondod ugyanazt a kérdést, amit a HRS mondott. Jó? Ezzel egy kis időt nyersz. Vagy egyszerűen csak fogalmazd át ugyanazt, amit a HRS kérdezett tőled.
úgy érti, hogy mit tennék abban a helyzetben, ha egy vendég másik szobát kérne a szállodában, amikor éppen teltház van? Vagy, tehát jól értem, arra kíváncsi, hogy hogyan sikerült ösztönöznöm egy alul teljesítő kollégát a csoportomban az előző munkahelyemen? Jó, tehát amíg az interjú válaszol, amíg az interjúztató válaszol és pontosít, addig neked is eszedbe juthat egy jó megoldás, egy jó válasz az adott kérdésre. Természetesen nem azt mondom, hogy ezt minden egyes kérdésnél játszd el, mert hülyének fognak nézni, de egyszer-kétszer ezt el lehet sütni az interjú alatt. Második számú trükk, ha egyáltalán nem jutott eszedbe az interjú során a válasz arra a kérdésre, semmilyen módon nem tudtál válaszolni, akkor válaszolj az interjú után e-mailben. Tehát, hogyha megakadtál, ha nem tudtál jó választ adni az interjú során, akkor menj haza, és próbáld megtalálni, próbáld kigondolni, vagy próbálj utána nézni, és próbáld megtalálni az interjú kérdésre a legjobb választ, és ezt a választ küldd el utána még lehetőleg aznap e-mailben a HR-esnek vagy az interjúztatónak. Biztos, hogy fogsz ott kapni valamilyen kontaktot, valamilyen e-mail címet az interjúztatóktól, és mindenképpen ez egy nagyon pozitív üzenetet ad rólad. Tehát demonstrálod, hogy te kitartó vagy, találékony vagy, ott az interjú volt egy rossz perced, egy rossz pillanatod, megakadtál, nem jutott eszedbe ez a dolog, de, és ami nagyon fontos, nem adtad fel, foglalkoztál ezzel a kérdéssel, és az interjú után eszedbe jutott a jó válasz, és ezt szeretnéd prezentálni. Tehát fontos számodra ez az állás, fontos számodra ez a munka, megakadtál az interjún, de megtaláltad a választ, és ezt elküldöd nekik. És a harmadik számú trükk, szerez rutint. És mielőtt rátérnék arra, hogy mit is jelent ez, engedd meg, hogy kérdezzek tőled valamit. Valószínűleg te is emlékszel a legelső főiskolai vagy egyetemi vizsgádra, vagy a legelső feleletedre mondjuk az iskolában egy nagyon szigorú tanárnál, vagy XY professzornál. Tehát minden új volt, felálltál az osztály előtt, és el kellett mondanod a feleletedet, vagy éppen bementél a professzor szobájába, és elkezdődött a vizsga. Ugye valószínűleg emlékszel erre a legelső vizsgára, de emlékszel az 5., a 6. és a 7. vizsgádra is ugyanennél a professzornál? Valószínűleg nem. Valószínűleg nem, mert már kialakult számodra egy rutin. Na most, miért mondom ezt? Az állásinterjú pontosan egy ugyanilyen játék. Tehát a kérdések száma nem végtelen, és a következő hetekben azt tervezem, hogy elindítok egy sorozatot ezen a csatornán a legáltalánosabb és a legfontosabb állásinterjú kérdésekről és azokra adott válaszokról. Tehát látni fogod, hogy egy idő után ugyanazokat, vagy nagyjából ugyanazokat a kérdéseket lehet kérdezni minden pályázótól. Úgyhogy egy idő után te egy nagyon komoly rutint fogsz szerezni, ezért azt javaslom, hogy menj el annyi állásinterjúra, amennyire csak lehet. Teljesen mindegy, hogy az a munka érdekel-e téged, vagy nem, vagy az a cég érdekel-e téged, vagy nem, de azért fontos ez, hogy szerezz minél több interjú rutint, és ha ez megvan, akkor egy idő után minél nehezebb lesz téged ilyen helyzetekbe hozni, amikor teljesen lefagysz, és fogalmat sincs, hogy mit válaszolj az adott kérdésre. És így a videó végén szeretnék kérdezni tőled valamit. Te voltál már ilyen helyzetben? Tehát voltál már úgy, hogy egy vizsgán vagy egy állásinterjún fogalmad nem volt, hogy hogyan vágd ki magad az adott helyzetből? És szeretném megkérdezni, hogy ha volt már ilyen, akkor hogyan oldottad meg ezt a problémát? Mit csináltál te? Hogyan oldottad meg ezt a helyzetet? Kérlek, hogy írd le kommentbe a videó alatt,
mert a többiek is, és mindannyian, akik ezen a csatornán vagyunk, és ebben a közösségben vagyunk, tanulhatunk egymástól. Jó? Tehát még egyszer arra kérlek, hogy ha voltál már ilyen helyzetben, hogy megakadtál, írd le lent a kommentben, hogy hogyan vágtad ki magad ebből a helyzetből. Jó? Tehát még egyszer a legfontosabb alapelv az, hogy ne spánikba, nyerj időt, fogalmazd át a kérdést, és ismételd meg az interjúztató kérdését, válaszolj e-mailben, és szerezz minél több vizsga rutint. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni. Arra is szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót a barátaiddal és az ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Lájkold ezt a videót, ha tetszett, és ha szeretnél még karrierrel kapcsolatos tippeket és tanácsokat kapni, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!